Jó estét kívánok a Pécsi stúdióból. Kedves nézők, kollégáink forgatásra indultak a minap. Útközben egyszer csak meghökkentő látványra lettek figyelmesek. Íme. Jó napot kívánok. Maguké volt a kocsi? Igen. Vagy kölcsönbe kaptak? Kölcsön kaptuk, igen. Elindultunk, nem vettünk észre semmit. Szépen indult. Följöttünk idáig, itt integetnek, hogy álljunk meg. Nem tudtam, mi van. Belefékezek, megállok, látom, fölcsap a láng. Hát még szerencsé, hogy el tudtak menekülni. Hát még szerencsé, mert most vásároltunk be a kis megtakarított pénzünkből, aztán még jó, hogy ki tudtam. Hát most kifizethetem. 10 000 forintért vette. De már nem is akartam mondani, de nem jövök el, eljövök busszal. Azt mondja, hogy nincs, jöjjek velem nyugodtan, mert Alföldre járna vele, meg mindenhova. Hát ezzel most már nem jár Alföldre. Ezzel nem. Nem tudja, van rajta kaszkó? Van biztosítása neki. Hú, előtt a friss bennünket teljesen. Láttam az ifjúsági ház ablakából, hogy ég itt a parkolóban egy autó. Fogtunk porralótót a kollégámmal, és jöttünk ki elolvasztani a tüzet. Soha életében nem volt ott még tüzet, úgyhogy hát egyszerűen kijöttem, azt a rányomot, amit lehet más csinálni. Összes, ami benne volt. Négy porralótót ültettünk ki az autóra, és még mindig égett utána. És szomszédból hoztak egy újat, és az ötödik az elolvasztotta a tüzet.